Ünnepélyes kerékpár és gyűjtőút átadóval egybekötött majálist rendeztek május 1-én településünkön. Ezen a napon ugyanis hivatalosan is átadták a Debrecent és Mikepélcset összekötő kerékpárutat. Sokan kihasználták a jó időt május 1-én, és kilátogattak a rendezvényre, hogy kipróbálják az új utat. A megnyitón Tímár Zoltán településünk polgármestere kiemelte, 14 éves álma vált valóra Mikepélcs lakóinak. Szeretettel köszöntöm a megyei közgyűlés elnökét, Pajna Zoltánt, képviselő urat, és minden kedves megjelent Mikepélcsit. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy egy álom valósággá válhatott. Erről az álomról, ahogyan én ezt az előbb említettem, a megyei közgyűlés elnökével, akkori alpolgármester úrral közösen beszéltünk, és megvalósult. Kerestem Györfi Ágit, aki most nem lehet itt közöttünk, de a szülei itt vannak, innen is köszöntöm őket. Azt a kislányt, aki sajnálatos módon Mikepécs és Debrecen között kerékpározva egy román kamion bambaságának köszönhetően súlyosan megsérült. Mondhatjuk élet és halál között lebegve, de túlélte, felépült, és ma már egy boldog anyuka, egy gyönyörű kisgyermeknek az édesanyja. Én akkor, amikor azon a bálon részt vettünk mindannyian, és segítettünk, kiki szándéka és tehetsége szerint azért, hogy Ági felépüljön, a mikepécsi közösség megmutatta az erejét, és Ági felépült. Ő megmutatta nekünk, hogy van lehetőség a legmélyebbről is felállni. Ma már, hála Istennek, senkit nem fenyeget az a veszély, hogy a 47-es számú főúton elüsse egy bamba kamionos. Azért, mert van lehetősége biztonságosan Debrecenből Mikepécsre bejutni, vagy fordítva Mikepécsről Debrecenbe. Nagy öröm számomra, amikor azt látom, hogy mikepécsiek sokasága, és a tegnapi nap például az, amikor Debrecenbe mentem be, nagyon jó példája volt, tömegével volt tele a bicikliút. Ki azért, mert a szabad idejét tölti, ki azért, mert sportol, van, aki egyszerűen csak bevásárolni ugrik meg, hiszen megrövidült a távolság Debrecen városa és Mikepécs település között. Én nagyon hálás vagyok Debrecen városának, hogy azt az önerőt, amely szükséges volt ahhoz, hogy ez a bicikliút megvalósuljon, Mikepés település helyett is kifizette. Ennek a beruházásnak az összértéke 579 millió forint volt, egy nagyon jelentős összeg, nagyon sok plusz dolog is épült a bicikliút mellett, hiszen láthatjuk szinte olyan, mintha egy autópályán közlekednénk a Tekeres folyótól fölfelé Debrecen irányba komoly vízvédelmi rendszer épült ki. Meg kellett emelni a szintet, mindenhol magasabban megyünk, és ez egy váltott forgalmú, gyalogos és kerékpáros út, amely lehetővé tesz, hogy egyszerre futók, kerékpározók, görkolcsolyázók vagy kutyát futtatók el tudjanak közlekedni Debrecen és Mikepécs között. Mikepécs nem csak hogy közelebb került Debrecenhez ezáltal, hanem a debreceniek is közelebb jött a településünk. Mikepécs polgármestereként én nagyon-nagyon-nagyon irigyeltem a józsaiakat, akik már 10 évvel ezelőtt is kerékpárral járhattak be Debrecenbe, de ahogyan az elején kezdtem, a mi álmunk, ami több évtizedes álmunk megvalósult. Köszönöm azoknak, akik a pályázatot megírták, köszönöm azoknak, akik megvalósították, és köszönöm Mikepécs község minden polgárának a támogatását, mert jó magam hiszek a közösség erejében, hiszek abban, hogy Mikepécs település fejlődése töretlen, és ez a mai bicikliút átadó biciklis verseny pedig egy mérföldkő ebben. Kedves mikepécsiek, én szeretettel várok mindenkit a mai majálisra a főtérre, és végezetül, mivel ez egy különleges nap, nem csak azért, mert bicikliút átadó ünnepség, hanem a gyűjtőút átadó ünnepség is. Ma van május 1-e, majális tartunk, várunk szeretettel a főtérre mindenkit, aki szeretne egy szép üzenetet a közösen felállítandó májusfára tenni. És most is, mint ahogyan már reggel is megtettem, minden édesanyának nagyon-nagyon jó egészséget kívánok anyák napja alkalmából. Kedves mikepécsiek, fogadjátok szeretettel a bicikliutat, használjátok, használják jó egészséggel, hajrá Mikepécs!
Polgármester úr köszöntője után dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, valamint Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a megjelenteket. Nem beszéltünk össze polgármester úrral, hogy ki mit fog mondani, de én is azzal kezdtem volna, és kezdem is a beszédemet, mint annak idején Martin Luther King, hogy I have a dream, van egy álmom. Ő neki az volt az álma, hogy az amerikai négerek szabadságjogot kapjanak, nekem pedig az az álmom, az volt az álmom, hogy Debrecent és Nagyváradot kerékpárút kösse össze. Ennek az álomnak már egy nagy része megvalósult, hiszen néhány hónappal ezelőtt átadtuk a Berejtőföld-Nagyvárad közötti útszakaszt, még visszamenve két hónappal ezelőtt átadtuk már Derecskétől a Sárándig, illetőleg hát a Csemetekertig lévő útszakaszt, és akkor most következik egy közel 4 kilométer hosszú útszakasznak az átadása, és hát jelen pillanatban tervezés alatt van a Mikepért-Sáránd és a Sárán-Csemetekert közötti útszakasz, úgyhogy erre meg is van a pénz, már csak a Tépeberejtőfalura kell egy kis pénzt összekunyarálni, és akkor megvalósul mindannyiunk álma. Nagyon sokszor járok Debrecenbe, és figyelem a kerékpárút forgalmát, és azt kell mondjam, hogy a legjobban igénybe vett, hál' Istennek, kerékpárút a Mikepércs-Debrecen közötti szakasz, hiszen itt valóban sportolás mellett munkába járásra is igénybe veszik, hiszen nem olyan nagy távolságra van a két település egymástól. Hála ugye a képviselőtestetnek, és ahogy polgármester úr is mondta, Debrecen segítségének megvalósult ez a kerékpárút, és hát, mint ahogy látom, itt rengeteg fiatal van, aki majd ezen a kerékpárúton fog közlekedni, és amellett, hogy a balesetek száma jelentős mértékben csökken, hát ha valaki csak a kerékpárútat vesz igénybe, akkor nem is lehet kerékpáros baleset. Amellett ugye az egészségnevelésnek és az egészségmegőrzésnek is egyik fontos területe a kerékpárút használata. Én azt kívánom mindnyájuknak, hogy minél többen vegyék igénybe ezt a kerékpárútat, és hát mind a mellett itt a Hajdú-Bihar 4-es választókörzetének pedig az, hogy a Debrecen-Nagyvárad kerékpárút még hátralévő szakasza ebben a ciklusban lehet, akkor valósuljon meg. Én köszönöm megtisztelő figyelmeteket, és jó egészséget kívánok a kerékpárút használatához. Köszönöm szépen! Szeretném megköszönni polgármester úrnak, a képviselőtestületnek az együttműködését, hiszen Debrecen és Mikepécs példáját adta annak, hogyha közösen elhatároznak valamit, akkor ezt, ha megfelelő emberek megfelelő helyen vannak, akkor ezt meg is tudják valósítani. Polgármester utalt rá, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, de azt mondhatjuk, hogy ez egy köldökzsinő a Debrecen és Mikepécs között, és talán, ha valakik nézik itt az elmúlt heteknek az infrastruktúrális fejlesztéseit, azt lehet mondani, hogy van itt nem messze tőlünk Debrecen repülőtér mellett egy ipari terület, az úgynevezett déli ipari terület. Azt lehet mondani, hogy annak a fejlesztésének szintén a nyertesei lehetnek a mikepécsi lakosok, a mikepécsi gyerekek, hiszen nagyon sok munkahely, lehetőség fog teremtődni, és higgyék el, legközelebb önök lesznek ehhez. Azt lehet mondani, hogy Mikepécs, mint Debrecen egyik legfontosabb alvóvárosa, az egyik legfontosabb és legdinamikusabban fejlődő települése, hiszen hál' Istennek nagyon sokan költöztek ide, nagyon sok gyerek van. Én azt kívánom önöknek, hogy használják ezt a kerékpárutat, és ahogy képviselő is említette, reményeink szerint elébb-utóbb most már Nagyvárattól egészen a Hortobágyig, illetve hát azt követően remélem a Tiszatóig is tudunk kerékpározni. Nem csak a turisztika, hanem az iskolába járás, a munkahelybe járás kapcsán még egyszer szeretném fölhívni a figyelmeteket, gyerekek, hogy bizony használjátok azokat a védő felszereléseket is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy biztonságosan kerékpározzatok, és ne felejtsétek el, hogy nem csak a kerékpárúton vagytok, hanem amikor bárhol közlekedtek kerékpárral, akkor igenis nagyon figyelni kell a közlekedési szabályokra. Kerékpáratokat is mindig próbáljátok a legjobb műszaki állapotba hozni, hogy nehogy úgy álljatok, mint a polgármester úr, aki láttátok, hogy sántikával jött ide, nem melegített be valószínű rendesen, és meg is húzódott a lába. Tehát próbáljátok elkerülni ezeket a sportsérüléseket, és a mai napra mindenkinek jó versenyzést kívánok. Köszönöm szépen!
A köszöntők után áldás és szalagátvágás következett, majd a kerékpáros felvonulás. Kicsik és nagyok egymás után felsorakozva indultak el az átadott kerékpárúton. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, ünneplő gyülekezet! Református lelkészként Isten igéjét olvasom a 67. Zsoltárból eképpen. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Örüljetek, újjongjanak a nemzetek, mert pártatlanul ítéled a népeket, és vezeted a nemzeteket a földön. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Meghozta termését a föld, megáld bennünket, Istenünk az Isten. Megáld bennünket az Isten, féljék őt mindenütt a földön. A Biblia valahányszor az útról beszél, különösen az Ószövetségben, akkor ezt teszi úgy, hogy az út az egyfajta cselekvésmódot, életmódot, cselekvés formát, életformát jelent. Azt, ahogyan Isten vezeti az ő népét, és ahogyan Isten megszabadítja mindenkor az ő népét. Mert aki az Isten útján jár, az az ember jó úton jár, és az az ember hálából magasztalhatja Istent, hálát adhat Istennek azért, amit a saját életútján megtapasztal, ahogy Isten megszabadítja őt. Meddig tekeltetek most el, és hogy tetszett neked a kerék? Máriás tanyáig, és szerintem nagyon jó használt tudjuk venni a biciklútnak. Hát már ezt nagyon sokszor használtam is, szeretjük. Szeretsz kerékpározni, és mire használod a kerékpárt általában? Hát iskolába szoktam vele járni, és nagyon szeretem. Kivel érkeztek, és körülbelül hányan erre a kerékpárra utáltadóra? A negyedikásokkal jöttünk, 17-es az osztály létszám, és ebből most 9 gyerek jelent meg a kerékpár utáltadóra. Letekerték a távot, milyen volt, hogy tetszett? Nagyon kellemes volt, nagyon jó tempóban tudtuk haladni, és a gyerekek is szépen betartották a egymás utáni követési távolságot, úgyhogy nem volt semmi probléma. Egyetlen egy kisfiúnak tört el a mécses, mert neki kidurrant az első kereke, úgyhogy őt meg betettük egy autóba, és akkor ő is, végül is a 3/4 távot ő is le tudta kerékpározni. Pedagógiai szempontból milyen jelentősége van, hogy foglalkoznak az iskolában a kerékpáros közlekedéssel, és ezáltal a kerékpárútabb mennyi könnyebbség ez önöknek? Hogyne, természetesen több olyan tantárgyunk is van, például a természetismeret, vagy az életvitel és technika, ahol van is a tanmenetben erre lehetőség, tehát a kerékpáros közlekedést oktatjuk is a gyerekeknek, sőt már a karbantartást is felső tagozatban 5-től 8-ig, sőt minden évben már hagyomány nálunk, hogy minden májusban kerékpártúrát szervezünk a gyerekeknek, ahova általában 30 és 60 közötti fővel szoktak a gyerekek részt venni, és volt olyan évünk, amikor már 70 kilométert is megtettünk egy nap alatt a gyerekekkel. Letekelted a távot, hogy tetszett, milyen volt ez a kis kerékpározás? Jó volt, tetszett. Kivel szoktál a kerékpározni? A barátnőmmel szoktam, Molnár Patriciával, Szilágyi Szintivel,
Vagy fogjátok-e használni ezt az utat? Biztonságosnak találod, és fogjátok-e használni? Igen, fogjuk. Már voltunk is biciklizni rajta. Igen. És fogunk is. Pajna Zoltán a megyei közgyűlés elnöke riporterünknek elmondta, megérte éveket várni a beruházás befejezésére, mert a megvalósult kerékpárút mindkét település számára egyaránt fontos. Elmondta továbbá, a megyének szüksége van olyan kerékpáros hálózatra, ami turisztikai célokat szolgál. Az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program keretében valósult meg ez a kerékpárút építés, és mint ahogy itt a köszöntőkön elhangzott, ez egy nagyon hosszú folyamat volt, hiszen az első ciklusban először csak a terveket sikerült elkészíteni, ezt követően kezdtünk hozzá a megvalósításhoz, nagyon sok problémát okoztak a kisajátítások és egyéb műszaki problémák. Talán ez, akit ilyenkor az átadás kapcsán, ez nem is nagyon fontos, hogy milyen nehézségek voltak. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mind Debrecen, mind Mikepés részéről, akik a projektben részt vettek, átérezték azt, hogy egy-egy településnek az elérhetősége, az összekötése, az rendkívül fontos, és hát hál' Istennek most már Magyarország a kerékpáros nemzetek sorába lépett, ezért nagyon fontos az, hogy biztonságosan lehessen közlekedni, nem csak a két település között, hanem a településeken belül is, és hát ha megnézzük a debreceni fejlesztéseket, az iparterület fejlesztését, hál' Istennek ugye Mikepécs irányába fog fejlődni a város, azt lehet mondani, hogy a munkába járás feltételeinek a legoptimálisabb helyszíne lesz Mikepécs, úgyhogy eddig is nagyon sokan költöztek Mikepécsre, látom, hogy először az óvodafejlesztés, most az iskolafejlesztés, hál' Istennek nagyon sok gyerek van, és hát valamennyiüknek az a célja, hogy fejlődjön a település, legyenek meg azok az alvóvárosok Debrecen város körül, akiknek jó közlekedési kapcsolatai vannak. Én azt gondolom, hogy minden feltétel biztosít van ahhoz, hogy a mikepécsiek ezt a területet tudják jól hasznosítani. Hajdú-Bihar megye esetében összesen 42 km kerékpárutat szeretnénk a úgynevezett 2014-2020-as uniós fejlesztési forrásokból a megyei keretből megvalósítani. Ennek az egyik része lehet a Mikepécs, Sáránd és a Derecskét összekötő szakasz, ennek már most készülnek is a tervei. Jó esély van ennek a projektnek a megvalósítására, illetve természetesen szeretnénk ezt tovább folytatni Bihar keresztesig. Itt még egy kicsit lobbiznunk kell, keresni kell a pénzügyi forrásokat, és akkor azt lehet mondani, hogy egészen Nagyvárattól Mikepést, illetve Mikepéstől szeretnénk Hortobágy, illetve a Tiszatóig tovább vinni a kerékpárutat, hogy kerüljünk be ebbe a turisztikai vérkeringésbe. Én azt gondolom, hogy mindenkinek csak előnyét tudja élvezni. Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő is jelen volt az átadó ünnepségen. Megtudtuk tőle, valóban jelentős beruházások zajlottak, és zajlanak majd a jövőben is Mikepécsen. Mikepécs a Hajdú négyes választó között egyik legdinamikusabban fejlődő települése. Mi sem bizonyítja jobban, hogy most itt vagyunk a kerékpárútadáson, és egy másfél óra múlva pedig egy gyűjtő átadáson. Ha összeadjuk ezt a két beruházást, ez közel 1 milliárd forint. De említhetném az IKSZ átadását, az orvosi rendelő átadását, úgyhogy nem csak gazdaságilag fejlődik, hál' Istennek, hanem lélekszámban is, hiszen azon ritka, illetőleg kevés települések közé tartozik, ahol a lakosság létszáma dinamikusan növekszik. Ha jól emlékszem, egy 3,5 ezerről 4700 körüli most a lakosság száma. Nagyon sokan költöznek ki Debrecenből, szinte azt mondhatnánk, hogy Mikepés Debrecen kertvárosi része. És hát most ez a kerékpárút átadása még ezt a hajlandóságot is növelheti, hiszen kerékpárral is be lehet járni munkába, iskolába, úgyhogy Mikepés példaértékűen fejlődik, a többi település elé példaként lehet állítani. Most jelen pillanatban a megyei pénzekről beszélek, közel 50 milliárd forint van az egész megyére vonatkozóan, ebből Debrecen kiveszőben, Debrecen az külön keretre pályázhat. A Hajdú négyes választókörzete 12,5 milliárd van, a négy vidéki képviselő úgymond elosztotta a rendelkezésre álló pénzt, mindenkünk 12,5 milliárd forint jutott, ez 90 ezer embert jelent, ugye 90 ezer ember lakik a választókörzetben. Nagyon sokan pályáztak energetikai felújításra, tehát korszerűen fűteni az iskolákat, közintézményeket. Sokan pályáztak egészségügyi intézményeik felújítására, de a városaink közül többen pályáztak ipari park létesítésére, erre
is egy több mint másfél milliárd forint áll rendelkezésre. Ezen túlmenően zöldmezős beruházásokra, egészséges város program keretében olyan jellegű beruházások, ami az egészség megóvását szolgálja, ezen túlmenően a megújuló energia bevezetésére, erre is van már példa, például Monostorpályban már van egy napelempark, most többen is szeretnének ilyet megvalósítani, úgyhogy én úgy gondolom, és ez csak a topos pályázatok, ezen felül ugye a vidékfejlesztési program keretében akkor saját forrásból, tehát úgy értem hazai forrásból való pályáztatás lehetősége. Én azt gondolom, hogy megpezsdült az élet itt a keleti végeken is. Ez bizonyítja, hogy mintha kampányban lennék, én minden nap valahol alapkövet teszek le, átadok, úgyhogy tulajdonképpen a fejlődés folyamatos, nem csak kampányszerű. A kerékpárút 580 millió forintba került. A 4,5 kilométer hosszú, 2 méter 75 centi széles út tehát vegyes forgalmú, gyalogosoknak és bicikliseknek egyaránt megfelelő, mondta el Tímár Zoltán polgármester. Mi kevés település több évtizedes álma valósulhatott meg, akkor, amikor ma teljesen ténylegesen pontot tudtunk tenni a bicikliút kialakítására. Ez egy négy is, majd több mint 4 kilométeres szakasz. 579 millió forintba került a teljes projekt költségvetése, amely 20%-ban terhelte mi Kepés települést, hiszen a 100%-ból 20% esik a mi közigazgatási területünkre, és ennek a önerejét is kellett volna vállalnunk, azonban Debrecen városa 30 millió forinttal segítette településünket. Ez a 30 millió forint hatalmas összeg a mi költségvetésünkbe soha nem állt volna rendelkezésre. Hálásak vagyunk Debrecennek ezért, a debreceni közgyűlésnek, hogy megadta azt a lehetőséget, hogy Debrecen és Mikepécs között ez a bicikliút, kerékpárút meg tudjon valósulni. Sok műtárgyat is kellett azonban kiépítene, hiszen a Tekeres folyótól, amit hivatalosan Kondorosnak hívnak, de nálunk a népnyelv Tekeresnek hívja. Tehát a Kondoros folyótól Debrecen irányába hosszú-hosszú szakaszon keresztül a bicikliút és a 45 számú főút között egy komoly vízvédelmi rendszert kellett kiépíteni, ami jelentősen megdrágította ennek a beruházásnak az összköltségvetését. Azonban ilyen módon mind a bicikliút, mind pedig a 45 számú főút, akkor, hogy a belvíz helyzet van, akkor nem veszélyeztetett, tehát nem történhet meg az, mint sokszor lehet a médiában látni, hogy egy-egy útszakasz beomlik, vagy elcsúszik, fölcsúszamlás történik. Ez a bicikliút abban is különleges, hogy ha valaki beteker Debrecenbe, akkor láthatja, hogy a hosszúpályút után egy sokkal vékonyabb, keskenyebb szakasz van, aminek a felülete is már eléggé megöregedett. Ez annak köszönhető, hogy az akkori szabványok szerint egy kicsivel több mint egy méter széles kerékpárutat kellett építeni, ami itt van mellettem, az pedig 2 méter 75 centiméter széles, a vízelvezetésekkel és a szegélyköveket is beleértve. Azért is ilyen széles, mert vegyes forgalmú, nem csak kerékpáros út elsősorban az, hanem a gyalogosoknak is biztosítja a biztonságos közlekedést rajta. Jól lehet ezt látni, hogyha este felé az ember elautózik, vagy hétvégén autózik el a főútvonalon, hogy nagyon sokan használják kocogásra, gördeszkázásra, vagy görkorcsolyázásra és biciklizésre. Ami még nagyon nagy öröm számunkra, hogy Mikepécs település közelebb került Debrecenhez. Nem csak nekünk, mikepécsieknek van meg a lehetőségünk most már gyorsabban biciklivel bejutni, mint korábban, és ami a nagyon fontos egyébként emellett biztonságosan, hanem bizony a debrecenieknek is kijutni Mikepécsre. És öröm látni, hogy tulajdonképpen a biciklutat használóknak közel fele, vagy talán több is fele debreceni polgár, tehát ismerős, nem ismerősök a számunkra. Mikepécsen olyan több mint 4600-an lakunk, ebből több százan vagyunk, akik használjuk rendszeresen a bicikliutat. Én hiszem azt, hogy ez egy olyan mérföldkő a település életében, amelyik a fejlődésnek meghatározó elem lesz, és boldogan fogunk visszagondolni rá. És egy mérföldkő abban is, hogy Debrecen és Mikepécs még közelebb került egymáshoz. Nem álltunk meg a bicikliút építéssel, hiszen a terveink arról szólnak, hogy ahogyan képviselő említette az átadó beszédben, Debrecen Nagyváraddal lehessen összekötni egy bicikliúttal, és Nagyváradról Debrecenbe vagy fordítva bicikliúton lehessen végigkerekezni. A
első állomás Debrecen és Mikepés között tehát megvalósult. A második ütem, amit mi Sárándal, illetve Derecskével közösen tervezünk, és ebben a képviselő is nyújt segítséget, és úgy néz ki, hogy valóban a forrás a TOB-ban rendelkezésre áll. Debrecenből kijöve tehát Mikepés teljes beltölti szakasza egészen a Sárándi oldalig. Ott kilépünk, és a vasúti átjárón át egészen a Sárándi vasút állomásig fog tartani. Azért ilyen messze is, hogyha valaki ismeri ezt a területet, akkor csodálkozhat, hogy miért én mikepécsi polgármesterként beszélek a Sárándi vasútállomás előtt lévő bicikliútról. Azért, mert a mi közigazgatási területünk odáig tart. Bármilyen furcsa is, ha valaki leszáll a Sárándi vasútállomáson a vonatról, akkor jobbra-balra néz, Mikepécset fogja látni. Tehát a földrajzi elhelyezkedés miatt egy nagyon nagy szakaszt készülünk építeni, ez is több mint 4 kilométernyi bicikliútat fog jelenteni, belterületen és külterületen egyaránt. Egy komoly műtárgyat is kell megvalósítanunk, ez pedig a vasúti átjáró, ahhoz, hogy biztonsággal át lehessen haladni, és megfelelő műszaki tartalom is meg tudjon valósulni. Ráadásul ott az állami közútnak a területe is beszűkül, mert a terepviszonyok olyanok, tehát az egy komoly műszaki megoldást is kell, hogy tartalmazzon. Nyilván nagyon meg fogja dobni a költségeket. Mi magunk azt tervezzük, hogy a belterületen egy vegyesforgalmú utat viszünk tovább, mint ahogyan itt is ez egy vegyesforgalmú út, és elkerülhetetlen lesz az, hogy néhány utcát a beruházás során egyirányosítsunk, lévén, hogy településünk egy 1000 éves település, amelynek az utcái az akkori kornak a megfelelő viszonyaihoz, a lovasszekérhez és a gyalogos forgalomhoz lettek kialakítva, szűkek, a mai modern korban kétirányú forgalomra nem alkalmasak, tehát a szabvány szerint nem fér el. Ezért azt tervezzük, hogy egy olyan beruházást hozzunk létre, amely a Rózsás utcától az Arany János utca végéig történő egyirányosítással fog járni, illetve a vegyes forgalmú bicikliútnak a kialakításával. Ez tehát érinti a teljes aszfalt felületnek a helyreállítását is, illetve a csapadékvízelvezető árkoknak a rekonstrukcióját. És van még egy fontos dolog, amely szerepel a terveinkben a bicikliút megépítése során, az, hogy a főtérnél kialakítsunk egy biciklis pontot. Egy olyan megállót, amely lehetővé teszi a Debrecenből érkezőknek, hogy megálljanak, megpihenjenek, reményeink szerint nem csak átmenő forgalom során fog nyújtani megpihenésre lehetőséget a biciklipont, vagy biciklis pont, hanem azoknak is, akik célzottan csak Mikepécsre érkeznek, olyan rendezvényekre például, mint a mai, amikor majál is van, május 1-e van, és anyák napja is van, innen is köszöntöm minden édesanyát, és hiszünk benne, hogy a debreceniekhez is ezáltal még közelebb fogunk tudni kerülni. A költségekről mi egyelőre nem tudok pontos számot mondani, az biztos, hogy 400 millió forint környéki összegre kell számítani, de az előzetes kalkulációk szerint ez a pénz rendelkezésre fog állni. Ha jól megy minden, és a bürokrácia útvesztői is ezt engedni fogják, akkor még ebben a ciklusban Mikepés beltölti szakaszától Sárán vasútállomásig meg fog épülni az új bicikliút folytatásaként a Debrecen-Mikepécsinek. A kerékpáros felvonulás után a település főterén folytatódtak tovább a programok. Itt elsőként a debreceni Triál Klub kerékpáros bemutatója várta az érdeklődőket. A triálos bemutató után avatták fel a felújított főutcát, az Orosz István utcát is. Ez a beruházás több mint 300 millió forintba került, mondta el köszöntőjében Timár Zoltán polgármester úr. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a várva várt eseményen, a gyűjtőút átadásán.
A gyűjtőutat mi Orosz István utcának ismerjük, hiszen ez a településünknek a legforgalmasabb és a legfőbb fő utcája. Ismét nagy szeretettel köszöntöm képviselő urat, és minden kedves vendéget, aki megjelent a mai átadó ünnepségünkre, a mai majálisunkra tulajdonképpen. Mikepés település az urbanizációs fejlődés egy komoly mérföldkövéhez érkezett akkor, amikor azt a pályázatot elkészítettük, beadtuk és meg is nyertük, majd pedig a pályázatból a lehetőség szerint 316 millió forintból létrehoztuk a gyűjtőútnak a fejlesztését, ezt úgy hívják más néven köznyelven, hogy faltól falig történő építését. Minden fontos közművet sikerült, ahogyan a nagyobb városokban is ez van, itt például Debrecenben, levinni a föld alá. Megújítottuk a járdafelületeket 6,5 méter szélességben, 1 kilométer hosszan az aszfaltburkolatot kiemelt szegélykővel lett ellátva, védelmében a gyalogosoknak, és mindkét oldalon most már végigfut a gyalogos út az Orosz István utcán, egészen a buszfordulóig, vagyis hát a temetőig, ahol pedig további parkolókat hoztunk létre, azért, hogy kényelmesen és biztonságosan lehessen megállni az Orosz István utca végén, a Ügyepécsi köztemetőnél. Nagyon fontos szó a biztonság ennél a projektnél. Az motivált bennünket, mint ahogyan az autósok nem nagyon szeretik, itt a főtéren is ezeket a kiemelt bukkanókat, amikor elhelyeztük, azért tettük, hogy lassítsa, fékezze az itt keresztül haladókat. Volt egy sajnálatos, szomorú esemény, itt tőlem jobbra, ahol a gyalogos átkelő hely van, egy gyorsan száguldozó fiatalember egy kismamát sodort el, aki éppen a babakocsiját tolta a férjével, és ez egy olyan momentum maradt bennem, amikor a tervezőkkel leültünk az asztalhoz, elgondolni, hogy hogyan is kell a főteret, a főtér környékét megtervezni. Az első, ami a legfontosabb szó volt, amit közreadtam, az, hogy a biztonság. Biztonságos legyen az a közlekedési felület, amelyet használunk, gépjárművel, gyalogosan, kerékpárral. És nagyon fontos, hogyha biztonságról beszélünk, ez az az út, ahol a helyi járatú autóbusz is lemegy minden nap, fordul és jön vissza. Tehát a buszjáratnak helyben, Mikepécsen is ez az gyűjtőút ad helyet. Most ezen a 6,5 méteren biztonságosan lehet közlekedni. Én nagyon szépen köszönöm a pályázat íróinak, elbírálóinak, a támogatóknak, magyar kormánynak, aki jelentős önerőt adott, több mint 20 millió forintot ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Köszönöm azoknak, a mikepércsieknek, dolgozóinknak, munkatársainknak, alpolgármester úrnak, akinek a vezényletével, segítségével nem csak a kerékpárútnak a befejezését tudtuk megvalósítani, hanem itt is azokat a szükséges munkálatokat, amelyek a beruházáson kívül estek, elvégeztük azért, hogy településünk a fejlődés útján töretlenül tudjon haladni. Én köszönöm még egyszer mindenkinek a munkáját, és a biztonságos közlekedéshez nagyon jó egészséget kívánok mindannyiunknak. Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő is köszöntötte a jelenlévőket, majd Makó Balázsné, a Mikepécsi Református Egyházközség lelkipásztora áldotta meg a gyűjtőutat. Tisztelt jelenlévők, kedves mikepécsiek, polgármester úr, alpolgármester úr! Én már a mai napon másodjára köszöntöm itt Önöket, hiszen délelőtt 9:30 a kerékpárút átadásánál voltam. Most egy picit csúszom, mert Sárándról jövök, ott pedig egy kézilabdapályát adtunk el. És egy összeadom, a Mikepércsen most megvalósult beruházást, ez közel 1 milliárd forint, mert ez majdnem 400 millió, a kerékpárút közel 600 millió. Úgyhogy én azt kívánom a mikepércsieknek, hogy minél többször kelljen nekem ide jönni ilyen átadásra. Valóban polgármester úr a biztonságot hangsúlyozta, de a biztonság jegyében került átadásra a kerékpárút is, hiszen az is a biztonságos közlekedés szolgálja. Én úgy gondolom, hogy Mikepércs egyre inkább városias jelleget ölt, és reményeink szerint ezen az úton tovább haladva a lakosságszám fejlődése, az infrastruktúra fejlődése és egyéb beruházások majdan egyszer feljogosítják arra, hogy városi rangot kapjon ez a település. Jó úton haladnak, képletesen is, hiszen új út van, új kerékpárút van, úgyhogy a mai naphoz úgy gondolom, hogy már csak a jó idő, a jó ételek, italok hiányoznak, hogy mindenki érezze jól magát. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves egybegyűltek! Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy szól hozzánk a 66. Zsoltárból, annak is az első 12 verséből.
Örvendj egész föld az Istennek. Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmesek tetteid. Nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. Jeltek és lássátok Isten tetteit. Félelmesek dolgai az emberek között, száraz földé változtatta a tengert, száraz lábbal keltek át a folyón, ezért örüljünk neki. Hatalmason uralkodik mindenkor, szemmel tartja a népeket, hogy ne kelhessenek föl a lázadók. Áldjátok népek, a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk kinobjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt, hálóba kerítettél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra, embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél, és felüdültünk. A héten történt, hogy amikor egy hosszabb biciklizés során a gyerekeimmel már a buszfordulónál jártunk, akkor a legkisebb gyermekem, aki 3 éves múlt, felkiáltott. Látom a templomot. Ott a mi templomunk. És ebben a gyermeki felkiáltásban benne volt minden, ami most az ő életéhez szükséges. Benne volt az, hogy el tudja helyezni magát térben, és biztonságban érzi magát, mert tudja, hogy az ismerős templom azt jelzi számára, hogy hamarosan hazaér, hamarosan az otthonába ér. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Az áldás után ünnepélyes szalagátvágásra került sor, majd a mikepércsi motorosok és a debreceni bogárklub tagjainak felvonulása következett az átadott gyűjtőúton. Tapsoljuk meg a szalagvágást, és örüljünk együtt ennek az új útnak. Köszönjük szépen, hogy sikerült ezt a lehetőséget is megteremteni, és Mikepércs újra fejlődött. Köszönjük! A megkérdezett lakók riporterünknek elmondták, mindkét beruházásnak örülnek, hiszen így valóban biztonságosabban és balesetmentesen közlekedhetnek a településen. Két jelentős beruházást adtak ma itt a településen. Tudod, hogy mi volt ez a kettő, és mit szóltok hozzá? Hát, hogy megcsináltak itt a gyűjtőutat, meg biciklutat is csináltak végre Mikepércs és Debrecen között. Mi a jelentőség ennek a két beruházásnak a település életében? Hát ugye végül is ez a falunak szinte a fő utcája. Itt jár a busz is, meg a biciklit azért jó, mert végül is mi is mentünk már a kicsivel vásárolni, és nagyon jó. Kellett-e, szükséges-e a balesetmentes közlekedés érdekében ez a fejlesztés a város településen? Igen, szükséges volt már nagyon. Mi
mit szól ahhoz, hogy ma két útátadó is volt a településen? Én nagyon örülök neki, mert kerékpárra meg lehet közelíteni jobban a Debrecen. Tehát itt a kívül is, tehát a Tesco-ba, a Lidl-be, az Aldi, tehát közelebb lenne tehát a kerékpárosoknak. Én nagyon örülök, sokat fejlődött a falu, az biztos. 42 éve élek itt Mikepércsen, de sokat fejlődött, tehát mióta polgármester úr van. Hát lehet, hogy nem volt lehetőség ezelőtt rám, mert nem volt miből, de sokat fejlődött mostan. A gyűjtőúthoz mit szól? Kellett, nagyon kellett, főleg, hogy ki van alakítva ott a parkoló rész, mert mikor vannak sportrendezvények, vagy falunap, általában a sportpályán szokott lenni, és ott van lehetőség parkolásra is, tehát nem házak elé, tehát jó ötlet, meg szép, szép kultúrát. Kettő útátadó volt ma itt a településen, mit szól hozzá? Hát örülünk neki végül is, mert a kerékpárút is kell, hogy lakosságnak, és ugyanúgy itt a főútvonal is lefele. Tehát kellett már, szépen megcsinálták, szépen beparkosították lócákkal, meg hát mégis ideje volt már, ahogy kinézett ez az út. Inkább kerékpár vagy autóval közlekedik, és melyik utat veszi inkább igénybe? Gépkocsival közlekedek inkább, és inkább a falunak a főútvonalát veszem igénybe. A gyűjtőút tehát több mint 300 millió forintból valósulhatott meg. A beruházás során 1 kilométer hosszú, 6,5 méter széles útszakasz épült ki a hozzá kapcsolódó csapadék vízelvezető rendszerrel. Tudtuk meg Timár Zoltán polgármestertől. Nagyon régóta vártuk már azt, hogy további urbanizációs ugrást tudjunk csinálni itt Mikepércsen. Az egyik legfontosabb közlekedési útvonal az az Orosz István utca, vagyis a fő utca a településünkön, hiszen itt jár a busz, a menetrendszerűnti járat minden nap a településünkre, viszi és hozza iskolába, a munkahelyre menő mikepércsi polgárokat. 2012-ben nyújtottuk be a pályázatunkat, és hál' Istennek meg is nyertük. A teljes költségvetése 359 millió forint volt, ebből 316 millió forint volt az az összeg, amelyet a beruházásban az építésre kellett fordítani. Ezáltal egy 6,5 méter szélességű útfelület jött létre, természetesen osztott pályás útvonalról van szó, kiemelt szegélykővel végig, 1 kilométer hosszan a település belső részén, gyakorlatilag a 47-es számú főúttól a buszfordulóig, vagyis hát a temetőig most már el lehet jutni biztonságosan. Én nagyon fontosnak tartottam mind a főtér kialakításakon, mind pedig most a gyűjtőút rekonstrukciójánál, hogy biztonságosan lehessen közlekedni mindenkinek, aki gyalogosan, gépjárművel, kerékpárral, bármilyen járművel is közlekedik ezeken az útfelületeken, hiszen a településünk már 4600-nál több fő által lakott, és ennek a települési közlekedőknek körülbelül egy olyan 60%-a naponta használja ezt az utcát. A másik ilyen fontos, forgalmas utunk az a Rózsás utca. A következő jelentős mértékű ilyen gyűjtőútfejlesztésű projektünk oda irányulna majd. A jövőbeni bicikliútfejlesztés részben érinteni is fogja egyébként a bevezető szakaszát. Én úgy hiszem, hogy a mikepércsiek a jövőben ezt az útfelületet nem csak éjszaka tudják, vagy nem csak nappal tudják biztonságosan használni, hanem éjszaka is, hiszen az itt körülöttünk lévő kandelábrek olyan luxot biztosítanak, kicsit a narancsárgás fénynek köszönhetően városias a hangulat is, hogyha éjszaka végig sétálunk bármelyik járdán. Fejlesztés volt még tovább az is, hogy az egyik oldalon nem volt járda felület, így most már mi ott van, ott is van, tehát mindkét oldalon végig fut a járda az Orosz István utcán. És minden közművet bevittünk a föld alá. Valóban azt gondolom, a faltól falig történő fejlesztés lezárult és sikeresen zárult le. Rácz Gabriella alpolgármesterasszony úgy véli, jelentős beruházások valósultak meg a településen az elmúlt időszakban. Megtudtuk továbbá, átgondolt fejlesztési terv szerint zajlanak majd a jövőben is a beruházások a településen. Mind a kettő olyan szakasz, ami nagyon fontos a falu életébe. A kerékpárúttal kezdem, ugye, hogy Debrecennel összeköt bennünket, és régen, amikor még nem volt ekkora forgalom a 47-esen, akkor nagyon sok ember járt is be kerékpárral. Aztán ez teljesen lehetetlenné vált, és most újra nagyon sok fiatal iskolába dolgozni kerékpárral jár. És ez fontos. Egészségünk szempontjából is, meg a pénztárcánk szempontjából is.
központban is történt egy útfejlesztés, az hogyan valósult meg, és milyen szakaszon? Ez az Orosz István utcán valósult meg, az Óvoda úton és az Orosz István utcán a 47-esről bejövet. Ez pedig azért volt nagyon fontos, mert a helyi buszunk itt jár ezen az útszakaszon, és túl keskeny volt már ez, és gyenge ahhoz, hogy elbírja ezt az óriási forgalmat. Végül is az egész falunak ez a gyűjtő útja, úgyhogy ez a fő ér, amin nagyon sok jármű megfordul. Ez volt fontos számunkra. Mi a kitűzött cél, egy egyre való élhetőbb mérkepés megteremtése, mi a jövőbeli célok, terve? Hát célok azok mindig vannak, meg tervek is szerintem elég nagyok. Most a közeljövőben szeretnénk az óvodánkat úgy bővíteni, hogy az újonnan épült három csoport részhez a régi óvoda részünket is kivinni, az plusz három csoportot jelent. Ez az első. Szeretnénk egy új fogorvosi rendelőt is, mert egy nagyon szép egészségközpontunk épült, de ott fogorvosi rendelő nem üzemel, még azt. És hát a továbbiakban még vannak tervek, de ezek még egy kicsit távolabbiak. Színes programok kavalkádja várta délután folyamán a főtéren a település lakóit. A legnagyobb érdeklődés a kamionhúzó verseny kísérte, ahol 5 fős csapatok húzták el a több mint 7300 kg-os kamiont. Elkészül! Tudára indul! Ez igen! Adtam szóval nekünk, gratulálunk! 14-nek! Ez igen! A Majálison Mazsolett bemutató aszfaltrajzverseny, koncert és májusfa állítás is várta az érdeklődőket. Utóbbin bárki elhelyezhette jó kívánságát, szép gondolatát, vagy éppen szerelmes üzenetét egyaránt.
I'm shuffling. Gangnam Style. I'm
valószínűleg a május fára írhatnak szalagot, bárki, pozitív dolgokat, esetleg egy mondatba, vagy csak néhány szóba, és akkor ezt saját maga fölkötheti a fára. Milyen hagyománya van a településen ennek a május fállítása? Még most van először itt nálunk ilyen, úgyhogy de van rá igény, hogy veszük észre. Milyen üzenetet írtál a május fára? Hát szeretlek még a Pécset. Miért pont ezt írtad? Hát nem szeretem még a Pécset. Mit szeretsz? Jók a programok? Mit szeretsz a településen? Hát, mert nem zajos, meg nyugodt hely.